Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják. Főbb híreink néhány mondatban. Maszkviselés a pécsi köztereken. A polgármester videóban indokolta megdöntését. Pécsi gyerektaxi, eredményes a közösségi gyűjtés. Online hitélet, fokozott óvatosságra intenek az egyházak. November 12-től Pécs valamennyi közterületén és nyilvános helyén kötelező a maszk használat. Pécs polgármestere közösségi oldalán megtekinthető videóban foglalta össze, milyen érvek szóltak döntése mellett. Kedves pécsi polgárok, amint tudják, november 10-én a magyar kormány rendeletben hatalmazta föl a 10 000 lakosnál magasabb lélekszámú városok, települések polgármestereit, hogy rendeletben szabályozzák a városi maszk használatot. Én így tettem, tegnapi napon meghirdettem a rendeletet, meghoztam és aláírtam a rendeletet. Ennek értelmében lényegében Pécsett minden egyes közterületen, gyakorlatilag minden nyilvános helyen kötelező a maszkhasználat. A közzétett nyilatkozatom kapcsán tudom nagyon jól, hogy nagyon sok pécsi ellenérzését váltottam ki ezzel a döntésemmel. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy ezen az úton próbálom megmagyarázni, illetve ismertetni önökkel a döntésem hátterét. Amikor a magyar kormány nyilvánosan elismeri, hogy a hazai egészségügyi ellátórendszer képtelen kezelni a COVID-2-es hullám okozta nehézségeket, képtelen ellátni a fertőzés által kórházba kerülő hazai emberek ápolását, amikor Pécset azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy a megyei kórházban megnyitott COVID központ mellett immár a Honvéd kórházat is meg kell nyitni ilyen központként, amikor Pécs polgármestere hasonlóan más polgármesterekhez nem kap adatszerű támogatást, nem tudja, hogy Pécset hány COVID fertőzött van jelenleg, akár ápolás alatt, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon tehetek mást, mint hogy egy relatív szigorú korlátozást, relatív szigorú rendeletet rendelek el. Ilyen helyzetben, ilyen súlyos helyzetben azt gondolom, nincs itt az ideje és nincs itt a helye fokozatos szigorítások, fokozatosan szigorodó maszk használat bevezetésén. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy látva az újsághíreken keresztül, hogy nagy a baj, ezért döntöttem úgy, hogy Pécsett egy relatív szigorú, szinte minden közterületre és minden nyilvános helyre kiterjedő maszk használatot rendelek el, mert fontos, hogy minden egyes pécsi átvészelje a COVID-2-es hullámot. Azt gondolom, hogy egy felelős polgármesterhoz nem populáris, nem népszerű, szigorú intézkedéseket. Ezt azért teszem, mert számunkra minden egyes pécsi élete fontos, nem szabad kockáztatnunk. Arra kérem tehát önöket, hogy tudva, hogy a maszk használat kellemetlen, tudva, hogy a komfortérzetüket nagyban rontja, mégis azt kérem a saját maguk biztonsága és a szeretteik biztonsága érdekében, hordják a maszkot a rendeletnek megfelelően, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak a környezetükben élőkre, mert ha így teszünk, Pécs túléli a 2-es hullámot, és ugyanez a közösség immár megerősödve tud Pécs boldogulásáért együtt dolgozni, együtt élni. Köszönöm, hogy meghallgattak, vigyázzanak az egészségükre. Közösségi finanszírozású akció indult a Pécsi Mami kezdeményezésére a gyerektaxi megmentéséért. A 2 éve nagy sikerrel működő szolgáltatást pályázati keretből finanszírozták, az azonban lejárt. A gyerektaxi további működtetéséhez egy saját kis busz szeretne vásárolni az Egyesület, ehhez kérte a pécsiek támogatását. Az akcióhoz számos magánszemély és vállalkozás csatlakozott, az egyik helyi cég például kedvezményesen ajánlotta megvételre 9 személyes kis buszát. Éreztük, hogy ez egy annyira tökéletes kezdeményezés, hogy ezt nekünk támogatni kell, és hogy a buszunk teljesen kihasználhatlan, úgy gondoltuk, hogy ezt felajánljuk nekik egy kedvezményes vételárral, illetve egy olyan fizetési kondícióval, amit ők nyugodtan tudnak vállalni, és el tudnak kezdeni vele dolgozni, tehát tudják folytatni az eddigi munkájukat. Egy szintén pécsi vállalkozás a kisbusz teljes körű szervizelését vállalta.
Nekem is 3 kisgyermekem van, és pontosan a saját bőrömön tapasztalom, hogy milyen nehéz összeegyeztetni családi életet a munkával, milyen az, amikor a 3 gyereket egyszerre kellene elvinni akárhova, iskolába, óvodába, a programra. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kezdeményezés, hogy a szülőknek lehetőségük van biztonságban eljutatni a gyerekeiket oda, ahova szeretnének eljutni. A gyerektaxi ügye a városvezetés számára is fontos, az önkormányzat civil keretéből 1 millió 600 ezer forinttal támogatja a gyerektaxit. Kővári János önkormányzati képviselő pedig 100 ezer forintot ajánlott fel képviselői keretéből. A politikus szerint a gyerektaxi több szempontból is jó ötlet. Ez egyébként ráadásul még egy jó zöld megoldás is, mert ugye nem egyenként viszik a gyerekeket az iskolába, hanem egy gyerektaxival. Ez egy követendő példa szerintem akár minden iskolába, hogyha meg tudják oldani, mert akkor az azt is jelenti, hogy kevesebb autó fog pöfögni a pécsi utakon, de ami a legfontosabb most ebben az ügyben az az, hogy a gyermekek számára, a családok számára ez egy óriási segítség lesz. A járványhelyzetre reflektálva a pécsi mami a gyerektaxi szolgáltatás mellett egy úgynevezett karanténjáratot is szeretne indítani, amellyel a karanténban lévő pécsi családoknak segítenek. Igazság szerint ez úgy működne, hogy egy online tudnánk ugye ezt működtetni, egy űrlapot kellene annak kitöltenie, aki szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni. Ezen az űrlapon azt is meg tudja adni, hogy mire van szüksége, miben van szüksége segítségre, megadja az elérhetőségét, mi visszahívjuk, mindent pontosan leegyeztetünk, és önkéntesen gyakorlatilag elmennek, elvégzik ezt a bevásárlást, kiszállítják a kért holmikat a karanténban lévő családhoz, és törekszünk arra, hogy maga a fizetés se készpénzes legyen, hanem valamilyen online megoldás tudjunk bevetni. A gyerektaxi és a karanténjárat támogatásának részleteiről bővebb információ a Pécsi Mami weboldalán és közösségi portálján található. A koronavírus miatt a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége azt kérte a lelkipásztoroktól és gyülekezetektől, hogy szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat. Ezen túl tehát ismét online felületekre költöznek az istentiszteletek, bibliaórák és egyéb találkozók. A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és temetéseket a hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezik meg. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést, például temetés megbeszélését a biztonsági szabályok betartásával végzik. A zsinat arra kéri a híveket, tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat, a lelkészek pedig segítsék ebben a családokat. Nyilvánvalóan a kertvárosi református gyülekezettel egyeztetve próbálunk közös stratégiát kidolgozni, hogy nyilván a netes már begyakorolt eszközöket felhasználva, akár újakat keresve és valamennyit megtartva még azért a személyes, de távolságtartó találkozásokból, azért talán annyira ne húzódjunk vissza, mint amennyire tavasszal, hanem tudjuk folytatni a hitéletet. Szentmisék továbbra is látogathatóak. Ez áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia eheti közleményében. A miséket a kormányzati döntésekkel összhangban kell megszervezni, azaz este 8 óráig mindenkinek haza kell érnie, valamint a templomokban is biztosítani kell a védőtávolság betartását, és a fokozott higiéniára is ügyelniük kell a papoknak és a liturgiatartóknak. A vezetők arra kérik a betegeket és a veszélyeztetetteket, hogy most ne személyesen vegyenek részt a szentmisén, óva ezzel saját és mások egészségét egyaránt, hanem az interneten vagy televízión kövessék azokat. Ugyanakkor arra is felhívják a lelkipásztorok a hívek figyelmét, hogy törekedjenek kellő időt fordítani az imádkozásra, lelki olvasmányokra, akkor is, ha ezt közösségben nem tehetik meg. A keresztelőkön és a házasságkötéseken csak szűkkörűen vehetnek részt a hívek, ideértve a családot, tanúkat, keresztszülőket. Áldozni kizárólag kézbe lehet. A bűnbocsánat szentségéhez a gyónást a szükséges védőtávolság betartásával lehet elvégezni. Itt a szabadtéri gyóntatást javasolja a püspöki kar. Telefonon gyónni továbbra sem megengedett. Arra kérik a betegek kenetét kiszolgáltató papokat, főleg ha igazoltan koronavírussal fertőzött betegnél jártak, lehetőleg ne menjenek más beteghez. A temetések a központi rendelkezés értelmében korlátozott létszámmal, megfelelő védőtávolság betartásával végezhetők. Új szabályok léptek életbe a pécsi köztemetőben. A november 11-én megjelent kormányrendelet értelmében módosult az ügyintézés és a szertartás rendje.
Temetésen kívül minden ügyintézés telefonon és e-mailben történhet. Személyes ügyintézés csak indokolt esetben lehetséges, ehhez előre kell időpontot foglalni, az ügyfélszolgálatra pedig családonként legfeljebb 2 fő mehet be. Koronavírusos elhunyt esetén előrevatal és ravatalozás csak zárt koporsóval történhet. A szertartást megelőző azonosításon családonként 2 fő vehet részt. A ravatalozókba kizárólag a közvetlen hozzátartozók mehetnek be, a központi ravatalozóban legfeljebb 10, a nyári ravatalozókban és a peremtemetők ravatalozójában pedig legfeljebb 5 fő tartózkodhat. A ravatalozókban kötelező a maszk használat, a szertartás addig nem kezdődik el, ameddig mindenkin nincs szájmaszk. A hantolásnál, urna elhelyezésnél, az egyházi vagy polgári búcsúztatónál és a temetésen résztvevő munkatársaktól minimum 2 méter védőtávolságot kell tartani. A kormányrendelet alapján a temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt, amit a hatóság ellenőrizhet. Híradunk végén néhány szó az időjárásról. Hétvégén is folytatódik a párás, ködös időtérségünkben. Szombaton reggel többfelé számíthatunk sűrű ködre, szitálásra. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 fok körül alakul. Napközben borongós, szürke, helyenként tartósan párás időre van kilátás. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok közelében alakul. Vasárnapi sokfelé ködös reggelre, délelőtre, valamint túlnyomóan felhős délutánra kell számítani, csak helyenként süthet ki rövid időre a nap. A reggeli órákban plusz 5, délután 10 fokot mérhetünk. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra! We'll be right back.